A kiállítás ötletgazdája a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által alapított Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációért Alapítvány. Céljuk keresztény értékek mentén segíteni a határon túli magyarok tevékenységét. Feladatuknak érzik a külhonban élő magyar nemzettársakkal való kapcsolattartást, szülőföldjükön való megmaradásuk segítését, anyanyelvünk ápolását és a kulturális örökségük megőrzését. Ennek a munkának az egyik vonulata a Kárpát-medencei magyar alkotóművészek támogatása. Volt egy gyermekrajzpályázat, volt két alkalommal szerveztünk a legkülönbözőbb művészek számára alkotótábort, és két alkalommal írtunk ki fotópályázatot az ott élő amatőr és hivatásos fotósoknak. Nos, ez a kiállítási anyag az ezen pályázatokból beérkezett fotókból került kiválogatásra, amit egy Magyarországon élő magas műveltségű szakmai zsűri válogatott, díjazott, rangsorolt, és válogatta ki azt a 28 alkotást, ami most itt kiállításra került. Arra is kíváncsiak voltak, hogy egy fotós, aki egészen máshogy látja a lencséjén keresztül a világot, mit vél felfedezni az épített és az Isten által teremtett természetben. A világ és a környezet mögött hogyan látja meg azokat a törvényszerűségeket, amelyeket ember nem tud alkotni? Észreveszi egy fotós azt is, például a keresztény értékek kategóriába, hogy van egy sötét templom. Az ablakán beszűrődik a napfény, és mit világít meg az a keskeny fénysugár? A pad szélén az énekeskönyvet vagy a Bibliát. Tehát megint csak mire irányítja a figyelmed? Erre hívja fel. Mi bemegyünk egy templomba körülnézni, megnézzük, ha katolikus templom, milyen festmények vannak, milyen freskók vannak, ha protestáns templom, akkor milyen kézimunkák díszítik az úrasztalát, vagy magát a templomot. Tehát egy kicsit ennek a látványnak szenteljük a látogatásunkat, ő pedig ráirányítja a fotója által a figyelmet az igazi értékre. És ez az, ami különös értéket mutat ezekbe a fotókba, hogy olyat mutat meg nekünk az ő szemüvegén keresztül, ami mellett mi elmegyünk. De oda kellene rá figyelnünk. Fontosnak tartják, hogy amiben hisznek, amiért tesznek és dolgoznak, át tudják adni a fiatal generációnak, amely életben tartja a nemzeti értékeket, magyarságtudatot, anyanyelvet, kultúrát, és nem utolsó sorban a kereszténységet.